Olyan síró görcsöt kaptam, hogy nekem mennyit kell gyalogolni azért, hogy egyáltalán úszni tudjak. A kempingtől most már az öt csilószáldig van minden. Még nem általános az, hogy egy balatoni vendéglátó egységben legalább egy balatoni pálinkásnak a terméke ott legyen. Szép napot kívánok mindenkinek! Faragó Janka vagyok, ez itt az Economics legújabb része. Iratkozzon fel, és azonnal indítjuk a mai beszélgetést. Idén nyáron az biztos, hogy érdemes lesz a naptáratban helyet készíteni a Balatonnak, ma pedig a mai vendégemmel a déli részt veszük gorcsóvalás, szó lesz a borról, a szőlőről, a pálinkáról, a külföldiekről, arról, hogy ők mik azok a helyek, amiket preferálnak, és természetesen a hazai nyaralókról is, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk a mai részben, már is fordulok a vendégemhez, Pag Gáborhoz, a Balaton elnökéhez. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Szívesen jöttem, örülök, hogy itt lehetek. Szervusz! Először talán, hogy a beszélgetés releváns részéről közelítsük meg, talán érdemes azt megbeszélni, hogy mik a fő különbségek, ha a Balatonról beszélünk Észak és dél viszonylatában. A Balaton egyben csodálatos. Még ezt még lehetne bontani, mert van keleti medence, meg nyugati medence, a Balaton az egységes, egy egész, mi ezt kommunikáljuk édes a tíz éve. Mindegyik terület résznek vannak szépségei, vannak felfedezendő, látnivalói, egyre több minőségi, nagyon jó szolgáltató. Az, hogy, hogy éppen a, az adott turista, vagy, vagy mondjuk úgy, hogy mi, mi, meg, mik a felkapottabb helyek, települések, az, azt azért természetesen a, az emberek, illetve a véleményvezérek döntik el, mert most már ilyenekről is kell beszéljünk. Többé-kevésbé azért az kijelenthető, hogy ez a Tihanyfüred valamilyen szinten egy felkapottabb rész. Ma már azért a Káli medence ide sorolható, ha északot nézzük. A déli oldalon pedig ez a Földvár, márdi Siófok tengely az, ami, ami, ami talán egy kicsit erősebb. A mi nagy előnyünk ugye az autópálya kapcsolat, tehát azért a közlekedés szempontjából az szerintem egy óriási dolog. Hozzáteszem, hogy ez is, ha csak az elmúlt tíz évet nézzük, azért gyökeresen változott, egyre jobban megközelíthető, elérhető már az északi oldal is, de azért a, ha, 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 megint azt mondjuk, hogy a nyugati medence, a badacsony környéke azért sokan nehezebben megközelíthető még mindig. Hogyha például a saját tapasztalataimból közelítem meg a Balatont, én nagyon örülök annak, hogyha eljutok bármelyik részére, de azért mi szoktak azok a jellemző különbségek lenni, amik miatt mondjuk valaki azt mondja, hogy ő inkább a déli partra teszi le a voksát? Hát egyrészt ez egy régi, kialakult dolog, hogy a déli part, valljuk be, a úszásban nem, vagy a gyakor, nem gyakorlott embereknek, illetve kisgyerekeseknek mindenképpen sokkal optimálisabb hiszen a vízmélység, meg a mondjuk úgy a besétálható lehetőség azért az jóval nagyobb. gyerekként mindig szoktam mondani ilyen izgatásban, hogy nekünk a déli parton vett a nagyapám, illetve épített nyaralót szép lakon, és, és én Dunai Paksi gyerekként, mikor ide jöttem, akkor olyan síró görcsöt kaptam, hogy nekem mennyit kell gyalogolni azért, hogy egyáltalán úszni tudjak. De, de ez egy, egy, nagy előny, nagy zöld felületek, a strandokból is azért sokkal több van, talán a déli parton. Nálunk a talán a legnagyobb kiterjedésű, sőt biztos, hogy benne a legnagyobb kiterjedésű szabadstrand. Zöld, füves, jó bejárható, átlátható. Ezek mindig az emberek mérlegelnek, értékelnek van akinek ezt tetszik, van akinek azt tetszik. Ez a szép benne, hogy egyébként meg azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a Balatonon azt, amit ő keres. igen, a mai beszélgetésnek egyébként abszolút nem az a célja, hogy most mindenkit a délre vonzunk, vagy mindenkit az éjszakra, tehát tényleg erről így nincs szó, csak egyszerűen tényleg jó körül járni, hogyha valaki szeretne egy jó úti célt választani, akkor az ő igényeinek megfelelőt válasza. Hogyha a külföldieket tekintjük, akkor ők általában a Balaton melyik részén szoktak jelen lenni? Sajnos ö, átalakult. Én én, közel 30 éve a Baton, ö, és házkeverdással kezdtem, akkor mondjuk a 90 a vendégeinknek külföldi, elsősorban német ö, országból érkező vendég volt, és nagy ritkán találkoztunk magyarra, tehát okay. nagy ritkán kellett nekünk magyarul beszélni a vendégekkel. Ma ez teljesen megfordult, ma már azt kell mondjuk, hogy zömében magyar vendégek vannak kevés külföldi, bár a számuk az folyamatosan nő. Még mindig Németország a legelősebb küldő ország, pont múlt héten láttam egy statisztikát, viszont ami nagyon-nagyon érdekes, Csehország, Szlovákia, Lengyelország erősödik, és ebben a sorrendben Ausztria az ötödik. Tehát mondjuk úgy, hogy a, azok a EU-s tagországok, a szlovákoknál azért van egyfajta, a magyar lakta, a régióból is azért nagyon sokan járnak át. Euró forintárfolyam azért nekik eléggé kedvező, jó, jól tudják elkölteni, de nagyon erős a lengyelek érkezése. Valamilyen szinten nagyon érdekes, mert nekik már a, a, a Tőlünk délebbre lévő, tehát teljesen egy Olaszország, Horvátország vagy Szlovénia már messze van, de még a Balatonig eljönnek, és egyébként most május elején is nagyon komoly lengyel ö, vendégforgalom volt. Nagy kérdés, hogy mit keresnek. Ugye a kempingtől most már az öcsilországig van minden. A kempingeken belül is különböző ö, kategóriájú kempingek. Én azért azt attól egy kicsit félve mondom, hogy tehát nem a nagyon erős vásárlóerő érkezik a nyugati, mondjuk Németországból Magyarországra. Ez egy nagy probléma. Mindenképpen a külföldi küldő országokból, főleg a németek, a német nyelvűek küldésére az jó hogyha tudnánk fokozni, hiszen hogyha ők már eljönnek, a költésük tehát a, 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 a itt, él, itt tartózkodási idő és a költés is biztos, hogy magasabb, és, és azért ez, ez fontos. Ma már a, a balatoni vendégforgalom nagy része az magyar. Az magyar, Ha Igen, igen, ez tehát nagyon nagy arányban magyar, 80 százalék fölötti a magyarok jelenléte magyar, a Balatonon. Oké, okay, hát akkor reméljük, hogy idén nyáron is tényleg sokan fognak menni. Nemrég kijöttek olyan eredmények, ami azt mutatja, hogy ha ingatlan vásárlásról van szó, akkor az északi parton drágábban lehet ingatlant vásárolni, még délen egy kicsit szűkebb a, a keret erre. Például a kiadásoknál, hogyha nem ingatlan vásárlásnál, hanem nyaraló, egy-két hétre nyaraló szezonra történő kiadásról van szó, akkor ott is ugyan ezek a, a viszonylatok igazak lehetnek? É, igen, tehát azért el tudjuk mondani. Mondani, szerintem, hogyha ugye elkezdjük a, a településeket végigvenni, hogy mik azok a, a, a települések, amik ingatlan szempontjából, meg, meg hogyha bérelni szeretnénk ezeken a településeken az ingatlanokat, akkor azok az átlagnál drágábbak. Megint csak Füred, Csopak, Tihany, Zamárdi, <tosz> tehát a Zamárdi az mindenképpen ide tartozik a déli, déli parton talán a legerősebb. És ahogy távolodunk a fővárostól, azért az árak is mennek, mennek, mennek lefelé. Még egyszer Káli medence, Badacsony, tehát ilyen is kis mikrorégiók azért, azért biztos, hogy ott is vannak most akaratja, kenesei részen is nagyon komoly ingatlan beruházások vannak, elég komoly árakat hallogatok így négyzetméterben, tehát hogy az, a, az a rész is nagyon keresett, vagy mondjuk úgy a kínálati piac inkább az jobb, a kínálti piacon nagyon erős, Hát az, az árokkal kapcsolatosan ö, szoktam mondani kicsit viccesen, jó, jó néhány mert nagyot álmodni. Én azt gondolom, hogy most jön majd lassan a kihozanodás, mert ö, rengeteg nem eladó, hanem olyan ingatlan van, ami, ami a piacon van. Szerintem rosszul vannak, az nagyon sok rosszul van árazva, és ezért viszonylag kevés a lazár tranzakció és akkor még nem is beszéltünk a telekárakról, de az már egy tényleg teljesen másik téma lenne. Nyergeljünk át itt a szerintem számodra egyik nagyon kedves témára, hiszen itt most Pálinka mesterként is ülsz, mint a Fene Gyerek Brand alapítója, és egyébként nekem is volt már ezzel kis és személyes tapasztalatom, de most ezen, ezen túl például, hogyha a Balatonról beszélünk, akkor ezt is szoktuk is mondani, hogy balatoni borozás. Na de mennyire sikerült a térképre feltenni magát a balatoni pálinkának? szintén egy provokatív kérdés, de tényleg kíváncsi vagyok, én Imádom a kérdésedet. tizen 10 év után jutottunk el oda az idén, hogy a balatoni pálinkások végre leültek egy ilyen asztalhoz, nem kör asztalhoz, de egy asztalhoz, és beszélgettünk egy kicsit, nem, nem igazán a pálinka ágazat szuper éveit éljük most már hosszú-hosszú évek óta, és a pálinkával kapcsolatosan azt szoktam mondani, hogy tehát Magyarországon belül is válságban, több mint 20-25% volt tavaly a visszaesés a fogyasztásban, tehát ez egy nagyon komoly szám. A Balatonnál, amit én látok, én érzek és tapasztalok és picit fáj nekem, hogy, hogy nagyon sok minőségi szolgáltató vendéglátóegységünk van most már, Tényleg csodálatos dolgokat lehet találni, jönnek ki a tányérba, nagyon jó szervizzel hozzá nagyon jó, nagyon fejlődött szintén a Balatoni borász szakma, és az ő általuk elkészített borok is megjelennek az éttermek kínálatába. Amit én fájlalok, hogy, hogy a pálinkások, és ez nem a saját márkámról beszélek, hanem egyáltalán még nem általános az, hogy egy balatoni vendéglátó vendéglátóegységben legalább egy balatoni pálinkásnak a terméke ott legyen, hiszen mm. egyébként árba teljesen változóak vagyunk, tehát azt se lehet mondani, hogy azért nem tartanak bennünket, mert egy picit ö, esetleg drágábbak lennénk az átlagosnak, mindig azt elfelejtik, hogy egyébként jobbak is vagyunk, de, mm. <coughs> de, de, de hogy különböző árkategóriában vannak jelen ezek a pálinka műhelyek, és mégis ö, hát mondjuk úgy ez egy ilyen megoldandó feladat, azt gondolom közösen. Ö, és hogyha a pálinkának például a balatoniságát nézzük, akkor ugye nyilván itt rögtön felmerül a kérdés, hogy ugye Balatonról származik az a gyümölcs, készül a pálinka. Ez azért nehéz, én ezt úgy szoktam definiálni, hogy igyekszünk, ha egyébként előveszi valaki az Excel táblát, vagy a számológépét, gyorsan belátja, hogy, 600-620 forintos gázolaján nem nagyon érdemes gyümölcsöt szállítatni. Tehát igyekszünk, mi is arra törekszünk, hogy mondjuk úgy, hogy a régióból érkezzen a gyümölcs. Akár a déli oldalt nézik, akár az itt azért még vannak nagyon komoly gyümölcs termesztő területek. Hát jelen pillanatban én azt mondom, hogy a az én alapanyagaim nagy része az Balatoni vagy Somogy megyei. Ugye értem, hogy Somogyba élek, van kevés zalai, és azt is el kell mondani, hogy mondjuk Málna, ami amikor én elkezdtem, 16 éven pálinkával foglalkoznak, a Somogy megyébe sok-sok hektáron termesztettek, ma már sem ennyit. Tehát azt, azt ö, mi is a, a, az északi középhegységből hozzuk, ö, egy, ö, és egyébként már nem sokáig és hogyha mondjuk egy pálinka trendet lehetne felállítani, akkor mi az, ami mondjuk az utóbbi években keresett, esetleg gondolok itt a különlegesebb gyümölcsökre, mert ugye bár régen volt a szilva, az őszi barack, és, akkor, és a, és, a, többi társai, persze nyilván akkor is biztos, hogy azért kicsit árnyaltabb volt a kép, de hogy mi az, ami mondjuk szerinted az idei szezonban, nyáron nagyon keresett lesz, vagy, vagy amire úgy ti is törekedtek, hogy na jó van, akkor ne hagyjuk ki ebből a gyümölcsből a pálinkát. Hát a felsorásból egyet kihagytál, amit a, a magyaroknak a engé a kajsziborac. Ja, a e, e, Ami az egyik legnagyobb kihívás, évről évre sajnos az ára az így megy fölfelé, a minősége így megy lefelé, a kihozatal is nagyon borzasztó, és egyébként nagyon nehéz jó kajsziborac pálinkát készíteni, de a lakosság nagy része még azzal azonosítja valóla a, a, a pálinkát. Mm. Én személy szerint évről évre próbálkozom, hiszen a Balatonon vagyunk, és a Balatoni körön belül is nagyon sok borász, szőlőtermelő kollégám társam Ezért én nagyon szívesen nyúlok a szőlőhöz, mint alapanyaghoz. Jó néhány szőlőpálinkát készítünk, és egyébként szerintem nagyon jól is futnak. Természetesen, mint egy tradicionális dolog, a törköly pálinkát szintén nem szeretném elfelejteni és elhanyagolni, tehát azért ezeket is csináljuk. Hát ez mindig nagyon nehéz, mert az, hogy én mit szeretnék, az egy dolog. Aztán, hogy mi jön ebből össze, az egy másik dolog. Időjárás, ár, termelő, megfelelő minőség, tehát ezek, ezek mindig olyan kihívások, amit persze van az embernek a fejébe egy terv, aztán lesz belőle valami. Tavaly, tavaly sommal tudtam próbálkozni először, és készítettem somogy megyé, hogy egy sompálinkát, az a, a, a kettő, a, a, maga a megyenév is a somhoz köthető, tehát ez egy, ez egy jó dolog, de ez inkább ilyen érdekesebb, kisebb tételek, nem pedig ezekből nem lesz hogy is csak a mindennapok asztalára jutó termék, ez inkább ilyen nyenceknek való, sztori. Említetted, hogy az időjáráshoz is, vagy az időjárástól is függ az, hogy az emberek mennyire pálinkáznak. Én például általában télen valahogy preferálom, mert tudom, hogy meleg de egyébként mi a helyzet a nyári szezonnal? Jó. azért azért azt, azt, valljuk be, hogy az emberek ö, nagy része, aki nyaralni jön el, és tényleg nyaralás meg akarja élni, ö, még azért valahol benne van a, a, a is talán az, hogy, hogy pálinkás jó reggel. Tehát, hogyha ha, ha, ha nem kell autóba ülni, nem kell elmenni bevásárolni, nem kell piacra menni, nem tudom, nem kell, akkor azért meg megisznak az emberek egy-egy Kis pálinkát. Napközben természetesen is ezt mondom, főleg a 35-40 fokos melegben az nem a, nem a pálinkának való időszak. De aztán este, tehát azért vagy amikor elindulnak vacsorázni, és a vacsora időbe azért jó, jó néhányan beülnek éttermekbe, vannak azért hidegebb napok is, este azért mondjuk úgy 7 fél 8, nyolc, nyolc után folyamatosan csökken a hőmérséklet, ha nem is vacsora előtt, de vacsora utánra már eljutnak arra a szintre, hogy akkor kocintanak egy pálinkával, tehát nem, nem, nem ennyire baj, Ill illetve hát azért az is nagyon fontos, hogy nyáron sokkal több a vendégszám, sokkal több a nyitva tartó étterem, ezáltal azért a mi is sokkal több. A tűzsökeres balatoniként és a déli régió kiemelkedő alakjaként te mit látsz, hogy évről évre például a forgalom az hogyan alakul a Balaton azon felénél, és például ami tavaly elég volt, mondjuk éppen munkaerő, meg akár alapanyag, az elég lesz-e idén, és most már tényleg mindjárt itt van a nyár? Hát annyira itt van a nyár, hogy közel egy hónapja füldenek az emberek a Balatonba, tehát azért ilyen is régen volt. Ez egyébként egy újabb kihívás az egész ágazatnak, a turisztikával foglalkozó szakembereknek, a településeknek, hogy, hogy az emberek fürdeni akarnak. A hétvégén is láttam a Balatonparton parton, tele van, tehát fürdő emberrel van tele a, a Balaton, hála Istennek. A, az eddigi, az év első négy-öt hónapjából azt látjuk, hogy Hála Istennek a, továbbra is szeretik az, a honfitársaink a Balatont. Egyre nagyobb számba érkeznek a Balatonra, egyre több pénzt költenek a Balatonon, és reményeink szerint ő, nyáron is nagyon hűségesek lesznek hozzánk, és nagyon sokan fognak meglátogatni bennünket hosszabb, rövidebb időre. Azért a Balatonnak nagyon nagy előnyei vannak. Közel van, nincs nagy utazási távolság, tényleg minden, azt gondolom minden szállás kategóriába tud az ember a saját pénztárcájának megfelelő dolgot találni. Eh, amit már említettem is, rengeteg szabad strandunk van, rengeteg zöld felületünk, rengeteg látnivalónk, és valljuk be, hát eh, eh, itthon tudunk kommunikálni, tehát a, nincsenek kommunikációs problémáink. Eh, és hogyha esetleg valami munkahelyi eh, eh, olyan szenárium üt be, hogy, hogy valakinek azonnal dolgozni kéne, azért a Balatonról akár hova jutna az országon, még mindig sokkal egyszerűbb, mint, mint külföldről hazautazni, vagy repülni esetlegesen. Tehát én, én azt látom, és abban reménykedem, és ezt valljuk is, hogy a magyar embereknek az egyik legoptimálisabb, legcsodálatosabb, legtöbb szolgáltatást, legtöbb látnivalót, nyújtó természeti értéke Balaton, ahol egyébként nyáron még füldeni is lehet de hogyha nem lehet akkor is van rengeteg dolog, amit lehet csinálni. Jó is, hogy kiemeled a fürdést, mert hogy azért sokaknak tényleg talán ez az elsődleges szempont, hogy elmenjenek a magyar tengerhez, hogy kipróbálják az ottani strandokat, ugyebár ebből minden évben van, van, egy kis, vagy kell egy kis körüljárás, hogy éppen ahova megy ott most milyen szabad strand van, vagy éppen milyen nincs. Mik azok a strandok, amik a legkeresettebbek a déli parton, és amiket te mondjuk idén nyárra tudnál ajánlani? Hát mindegyiket. <gül> <gül> Mindegyik más. Ugye, ha, ha csak elindulunk Siófokról, van a, a, a nagy strand, a, a buli strand, Zamárdiban a szabastrand, Földváron szintén van egy fizetős, egy szabastrand. A fizetősök teljesen más szolgáltatásokat vonultatnak fel, mint a szabastrandok, bár hozzáteszem, Zamárdiban mi azért nagyon sokat erősítünk azon, hogy attól függetlenül, hogy a strand azért sok szolgáltatást legyen, sok sok dologgal találkozzanak az emberek, de aztán mehetünk lefelé, lellére, fonyódra, szemesen, szárszón. Mind, mindegyikben van valami báj, valami kedvesség. Nem szabad elfelejteni azért a turisztikai ügynökség több mint 10 milliárdot tolt a strandok fejlesztésébe, azért ez meglátszik, tehát bárki bármit állít, azért, azért ezek, ezek nyomon követhetőek, ezek a fejlesztések. És, és tényleg az az van, hogy hogy mindenki el tudja dönteni, hogy neki mi, mi a jó lelén hatalmas fővenyés rész van. Tehát, hogy ez, ez, ez tényleg a pénztárca igény, ö, mennyi, mennyi kompromisszumot szeretnék bevállalni, vagy nem szeretnék, szeretnék-e egyáltalán hajlandó vagyok-e autóba ülni, vagy csak sétálni, vagy csak biciklivel szeretnék eljutni a strandra, ö, kisgyerekkel vagyok... Ö, fiatalok vagyunk, és, és bulizni szeretnénk, egy picit idősebb korosztály, és úgy szeretnénk élvezni az életet, és, és, és meg is engedhetjük magunknak. Tehát ez, ez mindig, 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 azért a személy függő, de még egyszer, ami, ami, szerintem nagyon fontos, hogy mindenki meg tudja találni azt, ami neki fontos, aki, ami, ami neki, 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 olyan szempont, hogy, hogy ő jól érezze magát, és kicsit viccesen azért azt szoktam mondani, hogy a nyaralás arra való, hogy azért jól érezzük magunkat, és vezetjük ki a maximumot. És mik lesznek idén-nyáron azok a kiemelkedő események, amik aztán meg fogják dobni, meg fellendítik a turizmust még jobban? Én tudok egyet, a Balaton számunk az biztosan. De hogy mik azok, amik mentén a nyári naptár és a fogyasztás egyébként alakulni fog idén? Hát rengeteg, renget, egyrészt beköszöntött a kultúra. Tehát vajuk be, ma már a Balaton egy kulturális célpont is. Tavaly nagyon erősek voltunk ugye a Veszprém-Balaton Európa Kultúrás Fővárosa miatt, és rengeteg program volt nem csak Veszprémben, egyébként ami persze ez is egy jó sztori lenne, és tudnánk erről is biztos órákat beszélgetni, mi tartozik a Balatonhoz. Én azt gondolom, hogy egy Balatontól légvonalba 16 km lévő település az még a Balatonhoz tartozik. De ugyanígy vagyok mondjuk somlóval, sümeggel, tehát hogy nekem valahol ott van a Balaton határa, és ha már ezeket a településeket említettem, ott van a bor, ott vannak a várak, nagy vázsony, csodálatos, keszthely, egyre jobban fejlődik. A déli parton, amit említettél, ugye a mi kis településünken van. Kettő és fél fesztivál. fokon folyamatosan a plázson ö, rengeteg koncert, de a szabadtéri színpadon rengeteg, rengeteg előadás. Pont múlt héten, talán múlt igen mentem haza, tehát a, a plázs is már megnyitott új színpad. Rengeteg ember volt. Ö, én nem, nem mentem be, én nem, nem szerintem annyira sok ember, de rengeteg-rengeteg de ember jött le szombatra és, és a, ezekre a koncertekre. Boglár, de te, te, mehetünk körbe, Badacsony, mindenhol én azt gondolom, hogy egyre pesgőbb az élet, és ami a mi nagy feltett szándékunk, ami az ilyenkor mondom Zamárdit, mondom a Balatoni kört, mondom a turisztikai szafak embereket, hogy, hogy, ne csak nyáron legyen, hanem nem is ez a fajta pesgés, de hogy legyen egész évben program. Mi nagyon-nagyon hiszünk a, az egész éves Balatonban, 12 hónapban, rengeteget dolgozunk ezért, egy csodálatos destináció turisztikai célpont a Balaton, nem csak nyáron, ezt meg, meg kell ismertetnünk a, a rengeteg lehetőség van, kerékpáros turizmus, nagyon az, az egyik tömegsport dolog, hozzáteszem, halkan mondom, nem vagyok vitorlás, én csak télen járok vitorlázni, de ők mondják, hogy hát a nyár a leg, alkalmatlanabb. A vitorlázásra kevés szél van, nagyon meleg van vitorlázni, tavasszal ősszel lehet nagyon jó. Tehát, hogy hogy rengeteg-rengeteg dolog van, és rengeteg lehetőség, rengeteg kirándulási célpont. Haladunk, haladunk. Nagyon, nagyon sok terv van, nagyon, sok öt, nagyon sokat ötletelünk, ha csak a téli jégpályákra gondolunk, a téli szaunázásra, most a Jeges medvék elkezdték a körbe csobbanni a Balatont, ö, két jelenezvényen voltam, teljesen más az ember. Tehát, hogy tényleg, tényleg sok dolog van. Említetted ezt a 12, hónapos Balatont, és azért már jó pár éven megy ezért a kampány. Most akkor megkérdezném, hogy ez hogy áll, vagy mennyire van tudomásod arról, hogy, hogy a vendéglátóegységek hogy vannak, hányaknak kell bezárni, mert mondjuk nincs forgalom évközben, vagy inkább nézzük a pozitív oldalát, hogy melyik, hány vendéglátóegység az, hogyha esetleg százalékosan ezt így ki lehetne fejezni, akik viszont egész évben nyitva tudnak tartani. Hát ez nagyon nehéz. A, a, a számot, a szám misztikában nem szeretnék belemenni. Amit, amit ki tudok jelenteni, hogy a Balatonokörnek a van 60 tagja van, és a 60 tag biztos, hogy legalább 90 az egész évben nyitva tartó egységet üzemeltet. Ugye ebben a természetesen van borászat, pálinka főzde, és a többi, és a többi, de vendéglátós tagjaink nagy része, tehát én azt ilyen 90%-ra teszem, akik nyitva vannak ez, két, két, ez is egy kettős dolog, mert egyrészt egy, az élet hozta valamilyen szinten kényszer, a másik oldalon pedig, pedig egyre, igény, egyre, inkább arra igény. A kényszer az azért kényszer, mert rájöttek nagyon sok kollégám arra, hogy nem tud csak 5 meg 6 hónapra munkavállalat felvenni. Tehát a munkavállalói 12 hónapon keresztül kell foglalkoztatni, mert hogyha szeptember végén vagy október elején elengedi őket, márciusban, áprilisban nem fognak hozzá visszajönni. Szép 12 hónapon keresztül. Ha már 12 hónapon keresztül fizeti őket, akkor nagyon sokan nagyon okosan szerdap, vasárnap, csütörtök vasárnap nyitva tartással megoldották azt, hogy, hogy nyitva vannak. Ez szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog. Én azt hiszem 73 óta tudok olvasni, és azóta azt olvasom, hogy a Balaton az egy az, az ne csak nyári dolog legyen, hanem az, az folyamatosan legyen. Az elmúlt 25-30 évben azért azt látom, hogy tényleg nagyon bővült a kínálat, és ha te is csak így az emlékeidbe bele visszagondolsz, meg hogy miket olvastál most a, a télen a jégpályákkal kapcsolatosan, ugye. Én, én, még abban az ö, szerencsés helyzetben vagyok, hogy én még valamikor az Amádiba korcsajáztattam a gyerekeket, meg a tömegeket, meg befogyott a Balaton. Most azért az utóbbi időben erre viszonylag kevés a, az esély, de egyre több település oldja meg a műjégpályát, vagy mű és, ö, és ezen m, korcsolyáztatnak, ö, ott vannak a strandok, ott vannak az infrastruktúrák, kvázi ezek a strandrészek egy közparká minősülnek át a téli időszakba. Az embereknek találkozási hely, -kel, kell, kell, az, hogy, hogy beszélgessünk, találkozzunk. Kicsit, kicsit az oda, oda jövő emberekkel beszélgessünk. És hát azt sem szabad elfelejteni, az előbb az ingatlanos példáról, amikor beszélgettünk, hogy ma már, aki ingatlant vesz a Balatonon, második, vagy nyaroló célból, azért ezek az ingatlanok 90%-ban, 100%-ban téliensített ingatlanok, tehát ezeknek a, a, téli infrastruktúrája megoldott, azokat lehet fűteni, és nagyon sokan rájöttek arra, hogy a Balaton télen, vagy időzőben ősz végén, tavasszal még, még, talán még szebb, még nyugodtabb, még kellemesebb, még kedvesebb arcát mutatja is, és nagyon sokan lejárnak hétvégén. Tehát ez is egy, egy olyan kitörési pont, hogy azok a, ingatlan tulajdonosok, akik, akik hétvégén üljünk be az autóba, és menjünk le Balatonra, és érezzük ott jó munkat. Van, van, van program, van étterem, gyerekeket ki tudjuk engedni, ha egy kicsit süt nap, tudnak biciklizni, és, és boldogok vagyunk hogyha ezt a négy évszakosságot nézzük, akkor mondjuk azok a vendéglátó egységek, egységek, akik meg tudják oldani, az nyilván egy nagyon szuper pont. A második kérdés, ami ilyenkor jön, az pedig az, hogy vajon a bérek azok mennyire tudnak versenyképesek lenni, akár mondjuk egy fővárosi bére, jó nyilván tudjuk, hogy ott mindig a legmagasabb, de mondjuk mondjuk egy, egy másik vidéki város bérével a Balaton környékén, ugye amikor, amikor még most azért benne van a levegőben az is, hogy nem biztos, hogy 12 hónapig nyitva van egy étterem akár, de persze tök jó lenne, hogyha így lenne, de hogyan látott te a bérkérdést, hogy mennyire van erre rálátásod? Hát, ö, hát ez egy nagy, nagy tehát probléma. Ö, hozzáteszem, ö, én megint csak nem... Na, azért vagyok egy picit bajba a fogalmazással, mert én azt látom, hogy a munkavállalók részéről a bérigény az már európai. A munkavégzés, vagy a tudásbázis inkább így mondom, az az, 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 az hogy még vannak problémák. Tehát azért én lá, nagyon sok étteremmel vagyok kapcsolatban, és azért uh, hallom ezeket a napi béreket, amiktől így én, én nekem az alapszakmán vendéglátás. tehát így néha elgondolkozom, hogy lehet, hogy nekem abba kéne hagyni a pálinka főzést, és visszamenni egy étterembe, üzletvezetőnek, vagy étteremvezetőnek, mert lehet, hogy sokkal több pénzt tudnék keresni, mint pálinkásként, de, de hogy, hogy, tehát igények azok vannak, a teljesítménnyel még nagyon sokszor azt látom, hogy azért vannak, vannak problémák, mert nagyon sokszor jönnek azok a munkavállalók, hogy ők kint volt Ausztriában, meg Németországban egy dolgozni, csak azt fejti elmondani, hogy ő mosogatott ott, tehát hogy Egyébként egyre versenyképesek vagyunk. Én azt gondolom, hogy ha valaki leül és kockás papíron elkezd végszámolni, azt, hogy ő elmegy külföldre, ugye nagyon sok olyan, egyébként ez egy másik nagy probléma, hogy a munka és a munkásoknak a munkás szállás. Tehát Igen. ez a másik nagy probléma. Tehát ahol, ahol meg tudja oldani a munkaadó, hogy ő szállást is ad, az én azt gondolom, hogy ma már, ma már, ma már felveszi a versenyt. Tehát, hogyha valaki abba gondolkozik, hogy elmegy Ausztriába, és ott váll a munkát, aztán lakást bérel magának, és a, ottani, mondjuk úgy, hogy életszínvonalon éldegél, nem gondolom azt, hogy sokkal több pénz van a bukszájában, mint hogyha ha álljon a Balatorra és ott dolgozik. Még egyszer mondom, ha, ha, a tudás birtokában is megvan. Aki, aki, aki jó dolgozik, én biztos vagyok benne, hogy az összes balatoni kollégám a jó munkaerőt nagyon-nagyon megbecsüli, mert abból nagyon kevés van, munkaerő az most már egy kicsit talán jobb a helyzet, de nagyon jó olyan, aki, aki, aki megbízható, aki, aki vendégcentrikus, aki lojális a helyhez, akivel hosszú távol lehet számolni, én azt gondolom, hogy az, az, azok, azok a munkavállalók jól járnak ma már a Balatonon is. Hát hajrá előre, is nagyon szépen köszönöm, hogy meg egy kicsit betekintést engedtél itt a Balaton környéki nyaralásra, és hát nagyon remélem, hogy a nézőink közül is egy csomóan ellátogatnak majd. Hamarosan találkozunk, ne felejtsenek el feliratkozni, bár ennyi volt az economics viszontlátásra.